Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, tisztelt ház. Az Orbán kabinet ismét bebizonyította, hogy a Kádár kormány legjobb magyar tanítványa. Görcsös erőködéssel igyekszik visszahozni a szocializmusból mindazt, ami nem működött benne. Az állami árszabályozás újra feltalálása után most a teljes államosításon dolgoznak, kis és középvállalkozások sokaságát tönkretéve, legalábbis nagyon megnehezítvező munkájukat, amelyek korábban a piaci körülmények között problémamentesen egyre javuló teljesítményt nyújtva működtek, tudtak működni. Elsőként az energiaszolgáltatásban mutatták meg, hogy mire megy ki a játék. Az adminisztratív árszabályozás bevezetése csak eszköz volt az iparág külföldi cégeinek kiszorítására. Ma már a következő lépésnél tartok, amikor sorra jelennek meg a tisztára söpör területen a Fidesz legbelső gazdasági holdudvarának szereplői, Tiborcz Istvántól Mészáros Lőrincig. Ugyanezt láthatjuk a hulladékkezelésben, ahol most még csak az állami eszközökkel tönkretett, jobbára önkormányzati tulajdonú kis cégek sorozatos csődjénél, illetve hulladékos közszolgáltatás és szelektív gyűjtés összeomlásánál tartunk, de már ott sorakoznak a kormányfő környezetéhez tartozó nagyvállalkozók, hogy átvegyék az előkészített piacot. Legutóbb a kérményeseprő szolgáltatás került sorra, ahonnan szintén a rezsicsökkentés az államosítási jelszavával szorították ki az ágazat szakmai cégeit. Érdemes közelebbről is megnézni, hogyan néz ki az olcsóság a köztulajdon fideszes olvasatban. Az otthonok tulajdonosai számára ingyenes az államosított szolgáltatás, ám ha valaki egy mikrovállalkozást üzemeltet az otthonában, lakásában, vagy akár csak kézbesítési címként használja lakcímét, már is fizetni kell a kémények ellenőrzését. Méghozzá az eredeti díj sokszorosát. Vagyis a Fidesz megint tönkretett egy korábban jó működő ágazatot, most pedig az ingyenesség jelszavával bőven beszeri ugyanazt a pénzt az emberektől, mint korábban, csak éppen a lakossági szolgáltatás helyett teljes díjmentességet a kis és mikrovállalkozásokkal fizetteti meg. A legrosszabb szocialista gyakorlatot látjuk újjáéledni, mindenhová benyomul a korrupt és pazarló állam, ellehetetleníti a piaci működést, ingyenesség helyett pedig csak alacsonyabb szolgáltatási színvonalra és az árak áthárítására számíthatunk. A kéményseprők ipari tevékenységéről szóló törvényjavaslathoz módosító javaslatot nyújtottunk be, mert érthetetlen számunkra, hogy az egyben kisvállalkozások székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként is működő ingatlanok esetében miért kell fizetni, ha egyszer a lakosság számára a szolgáltatás ingyenes. Ezt a Parlament Gazdasági Bizottsága tárgyalta meg, ahol megjelent az előterjesztő is, Németh Szilárd. Németh Szilárd nem szereti meghallgatni a kívülről érkező javaslatokat, ezért mindösszesen annyi hozzáfűzni valója volt az LMP-s módosító javaslathoz, hogy véget ért a kommunizmus Magyarországon, ezért nem támogatja előterjesztőként a módosító javaslatot. A LMP-től nem idegen egyébként a közszolgáltatások közösségi tulajdonba vétele, a közösségi tulajdon alatt azonban nem az átláthatatlan és ellenőrizhetetlen állami monopóliumoknak az újraélesztését értjük, hanem az önkormányzatok és a helyi közösségek által ellenőrzött tulajdont, átláthatóan működő, a versenypiacon is helytálló vállalkozások helyzetbe hozását. Mindettől a rendszerváltás előtti állammonopolista gazdaságra nosztalgiával tekintő Orbán kormány láthatóan idegenkedik, sorra tönkretéve a gazdaság újabb és újabb szereplőit. Az LMP természetesen nem bánja, hogy az eszközkezelőhöz került lakásban is ingyenes lesz a kéményseprés, azzal viszont nem tudunk egyetérteni, hogyha valaki a lakcímére bejelentett egy fordítóirodát, vagy bármilyen mikrocéget, akkor most a korábbi díj többszörösét kelljen fizetnie, ugyanezért a szolgáltatásért. Ahhoz pedig végképp nem adjuk a nevünket, hogy mindezt még ingyenesnek is nevezzék. Ingyen leves nincs, a magyar emberek most a cégeken keresztül fizetik a Fidesz újabb tisztességtelen kampányfogásának az árát. Köszönöm a figyelmet.